A késmánia sorozat egyik tagja, ez a fantasztikus horgászkés. Gumimarkolata van, jó a tapintása, a éles penge és az ívelése és a rugalmassága, akár halfeldolgozásra, filézésre, és a végében van egy csodálatos kis eszköz, amivel a haj szájából a horgot csak úgy ki lehet ugrasztani. És ahogy elnézem, még éles is. Na lássuk! Fantasztikus! Ha egy hétvégi expedícióra készülünk, legyen nálunk egy fantasztikus, expedíciós túlélőkés. Rugórá segítéses, robosztus, erős markolat, csodálatos pengevonal, a tantókiképzés minden célra megfelelő, a fogazás, kötelek és vastagabb anyagok vágására tökéletes, és a végében egy csodálatos találmány, a szikravető van. Egy száraz kis rönk, egy jó kés, és már is elkezdjük hántolni a forgácsokat, az éles kés sima pengés részével gyönyörűen le tudjuk hántani. 5 szépen a tűznek az alapja, és a begyújtáshoz én azt mondom, hogy használjunk egy papír zsebkendőt. Kihúzzuk hátulról a szikravetőt, és már ég a tűzünk. Ó, csodálatos! Csodálatos! Egy igazi túlélőkés van a kezembe. A kialakítása, a vastagsága, a markolata, a pengéje. Egy csodálatos élmény fogni ezt a kést. A pengének az élezése tökéletesen alkalmas arra, hogy mondjuk fákat hántoljunk, faragjunk vele, akár menedéket építsünk össze. Tudunk vele ásni. Gyönyörűen lehet vele kialakítani a menedékhelynek az alapját. Ha lebontjuk ezt a kordura zsinort, akkor bármilyen kötözési és egyéb feladatokra jó a zsinór. Hogyha egy egyenes botot oda teszünk és rábandázsolunk, akkor dárdaként tudjuk használni. És hogyha mondjuk elejtünk vele egy állatot, akkor a penge kialakítása tökéletes zsigerelő funkciót rejt. És utána, ha megsütöttük és enni szeretnénk, akkor egy egyszerű folyamat, vágunk és eszünk, és élvezzük, hogy egy ilyen jó kés van a kezünkbe. Népszerű a vadászat, de a vadászathoz felszerelés is kell. És az egyik elmaradhatatlan felszerelés a vadászkés. Ez a három pengés, tökéletes vadászbicska, elengedhetetlen szerszám. A vad feldolgozásának első lépése, hogy a hasfalat felvágjuk. Ezért van ez a kampós kialakítású, tökéletes penge. A kis fogazás nem árt, mert ha kis inakkal találkozunk, akkor nagyon jó szolgálatot tesz. A második lépés a vezérpenge. A vezérpenge egy erős, szép ívelésű, jó érszögű kialakítású penge, amivel ha ráfogunk, gyönyörűen feldolgozzuk a vadat. És hogyha elérünk olyan részekhez, amit mással nem, csak fűrésszel tudunk feldolgozni, akkor a bordák és medencecsont átvágásához a fűrész tökéletes. Tisztítása megoldott, könnyen átmosható, a markolata gumirozott, nem csúszik még nedves körülmények között se. Ajánlom ezt a kést. A sivatagi vihar. Erős, kemény kötésű, üvegtörő, hevedervágó, borotva éles penge, mindenre jó. Minden túlél, ajánlom. Bevetésen vagyunk. Fontos. Van nálunk egy behatolókés, kellemes nyitás, erős markolat, üvegtörő. Menjünk behatolni. Mindig legyen nálunk egy mentőkés. Üvegtörő, biztonsági övvágó, és ezen kívül egy jó penge,
egy fantasztikus él, és tudunk mindenfélét vágni. Ajánlom. Karambit! Tudják? Karambit! A vidéket járva, túráink során egy praktikus eszközre hívom fel a figyelmet. A nyakkésre. Könnyű, kezelhető, vékony, kihúzod, vágsz vele, és mindig a nyakad való. És ha baj van, jön a segítség! Egy pazarterítés, egy korgó gyomor, egy elegáns zsebkés, együnk. Ó, oh, ez a hang, ahogy kinyílt. Már is evésre csábít. És hogy vágja a kiflit? Valami fantasztikus. És egy kis vaj. Itt egy kis sajt. Isteni. Csodálatos. Egy ilyen késsel élmény enni. Egészségetekre!